idén is megrendezik a Varázskastély nevű rendezvényt, ami tulajdonképpen a családi fesztivál. Egy kicsit szaladjunk előre az időben. Gondolom az eddigi jó tapasztalatokat beépítik, ami esetleg kevésbé sikerült, azt meg leforagják. Szerveződik már egyébként a program? Igen, teljesen aktuális ez a téma, hiszen éppen most nyújtott be az önkormányzat pályázatot ennek a családi fesztiválnak a finanszírozására, és ugye ami már látható, hogy nagyon örömteli lesz, hogy végre már a felújított kastélyparkban történhet meg ez a rendezvény. Felvettük a cserkészekkel a kapcsolatot, továbbra is biztosítják a helyszínt, amit ezúton is köszönünk nekik, és hát bízom abban, hogy pályázati forrás, az NKA-tól pályáztunk, hogy a pályázati forrás lehetőséget nyújt arra, hogy még magasabb színvonal és még több programmal tudjuk várni mind a helyi lakosságot, mind a környékbelieket is, hiszen már az elmúlt évek tapasztalata alapján jelentős számban érkeztek a környékbeli településekről. Tavalyi évben már 6000 látogatója volt ennek a rendezvénynek. A reklámosoktak csak egy üzenet, de igen, visszamenőleg. Így igaz. Különösen ebben az évben fontos, hiszen a családok éve van, és én bízom abban, hogy ez az év tényleg kiemelt szempont lesz, és bízom abban, hogy a pályázat során is ezt figyelembe veszik, hogy mi valóban a családok számára szeretnénk ezt a rendezvényt, vagy szoktuk ezt a rendezvényt megtartani, kiegészítve egy picit például a pedagógusok ünneplésével, hiszen mindig ugyanarra a hétvégére esik, június első hétvégére, amikor a pedagógusokat is ünnepeljük, és tavaly óta bevezettük ezt, hogy akkor ez egy közös program, közös ünneplés, hiszen ha belegondolunk, azért a pedagógusok a családok életének nagyon jelentős részét képezik.